Elhagyatott sírkövek a domboldalban, köröttük betonkerítés magasodik. Nyírkátára a 18. század végén költözött nagyobb zsidó közösség, akik két évszázadon át egészen 1941-ig végső nyughelyüket itt találták meg. A II. Világháborúban deportálták mindannyiukat. A megemlékezésen résztvevő német nagykövet Julia Gross azt mondta, a náci megszállás után elindult kitelepítések a zsidó közösség végét jelentették. A magyarországi zsidó közösség elleni fellépés már a Habsburg Birodalom végnapjai idején elkezdődött, és folytatódott a Horthy korszakban. A holokauszt és a deportálás azonban csak a náci megszállás után kezdődött el. Előtte is volt hátrányos megkülönböztetés és kegyetlenkedés, de nagy tömegű deportálás nem. A kitelepítés 1944. márciusában kezdődött és folytatódott 1945-ben. Ebben a nyírkátai zsidó temetőben a legfiatalabb sírkő 1941-ből való. 1944-ben eltűntek a zsidók, és soha többet nem tértek vissza, mondta Julia Gross nagykövet. Az eseményen Heizel András, a Mazsihisz elnöke párhuzamot vont az akkori és a mai helyzet között, és a béke jelentőségére hívta fel a figyelmet. A történelem arra tanít bennünket, hogy nem szabad gyűlölni a másik nemzetet. Se a zsidókat, se a németeket, se oroszokat, se ukránokat, se másokat. Szinte érezzük, hogy a szomszédban szinte kőhajításnyira véres háború dúl. Vajon a gyűlölet okozza-e a háborút, vagy a háborúval jár együtt a gyűlölet? Oroszország okupációja a gyűlöletet táplálja a nemzetek között, pedig nekünk megértésre lenne szükségünk. A nyírkátai zsidó temető kerítéséhez és kapujához adott támogatás más értékeinek elismerését jelenti. A tárgyi adomány, a kerítés, a kapu mellett külön köszönet jár Németország kormányának az európai zsidó temetők megújításáért adott támogatásért. A sírkert korszerűsítését a Német Szövetségi Állam támogatta az ESGF szervezeten keresztül. 10 európai országban 250 temető rendbetételét végezték el eddig. Nyírkátán ezzel mindhárom felekezet temetője méltó körülmények között várja az emlékezni vágyókat. A településnek nagyon fontos az, hogy most ez a zsidó temető megújult, mivel ugye több felekezeti temetővel rendelkezünk, református, görög, katolikus, illetve ez a harmadik felekezeti temetőnk, és nagyon örülünk annak, hogy ennek ilyen szép kerítést csináltak, és ezt támogatta a német állam. Zsidó szokás szerint emlékköveket helyeztek el a résztvevők a sírokon. A kerítés megépítését a német állam 18 millió forinttal támogatta Nyírkátán.